hasonló szenvedély, mint a vadászathoz vagy a borgászathoz. Lehet szenvedélyesen például traktort gyártani, utazást szervezni vagy házat építeni, hogy csak néhány példát említsek. A különbség azonban az, hogy vadászni, horgászni csak így lehet. Hogyha valaki kiül vadászni és nincs sok ideje, oda tudja hívni magához a vadat, jó? És hogyha olyan, ami lőhető, akkor el tudja ejteni, ezáltal kicsit hamarabb lehet eredményhez jutni. Több mint 20 éve vagyok vadász, és mi is kiállítunk a Feovan. Van valami újdonság igazából, vagy olyan dolog, ami érdekli? Hát mindig van újdonság, és minden évben találunk valami újszerűt, de a legújabb az, hogy két éve mi magunk is kiállítunk, és ezt nagyon élvezzük. Azt kérdezhetem, hogy ilyenkor mit figyel? Hogy van-e kapás? Gyorsaságát a botnak. Aha. És egy ilyen hosszú botnál mi nevezhető gyorsan? Hát a lényeg az, hogy mennyire merev a bot, és mennyire gyorsan ér oda az itten indított bevágása a bot végéhez. No, kapaszkodj bele, minden lövés előtt kakas hátra, kapaszkodj, cél, tű. Most is akaszt hátra. Halott, aztán vegyet, tizet lőtti. Így, kettő, három. 3. A 2019-es Feova kiállítás érdekessége a Crossman legújabb légfegyvere, a DPMS, amely CO2 patronnal működik, és különlegessége az, hogy sorozatlövés leadására is képes. A légfegyverek körében ez eddig még ritkaságnak számított, bízunk benne, hogy nagy sikert fog aratni a fiatalok körébe, és népszerű lesz a fegyver. Mi az, ami kihozta önt ide? Az új dolgok. Vadgazdálkodási szakirányon végeztem, úgyhogy ez egy alkalom arra, hogy itt találkozhassak azokkal, akikkel egyébként ritkán szoktam. Horgászott, vadászott. Nagy horgászember vagyok. Gyerekkoromban horgáztam, 13-14 éves koromig, aztán azután már más a helyzet, de hát ez mindig lenyűgöző nézni őket egyébként. Én az igazság, hogy most is horgász vagyok. A Ráckevei Dunágon vagyok tag. Meg hát Balatonon rengeteget horgáztam gyerekkoromban, a Beregbe, Balaton fenyvesen hátul, minden reggel megfogtam az egy-két csukát. Sőt, az az igazság, hogy egész ifjú koromban díszhaltenyésztésből volt a zseppénzem. Tehát például a neonhal, vitorlás és a kéksügér volt a specialitásom. És épp beszéltünk az Olival, hogy ő mondta, hogy diszkosz halat tudott tartani, ami nagyon nagy dolog egyébként. Tehát az amazonaszi halat vitorlással lehet együtt tartani, és nagy medence kell hozzá. És mondta, hogy amikor kikeltek az ikrák, akkor volt egy bakteriális fertőzés, és mondta éppen, hogy az első lépés a tojássárgája, a második a mikró, a harmadik a sórák, Artemina salina a latin neve. Ehhez értek. Preparátor műhelyemben készültek ezek a trófeák, Afrikából érkeztek, vadászok által elejtett vadak, amit behoznak hozzánk, mi megcsináljuk őket, különleges kívánság szerint, ki hogy szeretné, és akkor most itt vannak a Feován kiállítva ezek a trófeák.